Folyik a visszaszámlálás. Napokon belül befejeződik az STK energetikai felújítása. A nyár közepén vette kezdetét az újpesti szakorvosi rendelő energetikai korszerűsítése a közösségi terek komfortosabbá tétele után. A munkálatok előreláthatólag október 15-éig befejeződnek. Még a homlokzat burkolása folyik, a nyílászárok cseréje elkészült, a kazánház üzembe állt, úgyhogy 15-ével a fűtés kezdhető, radiátorok kicserélése kerültek, a villanyhálózaton a lámpatesteket kicseréltük, korszerűbbek, energiatakarékosabbak lettek felszerelve. Az energetikai megújuláson túl egyidejűleg további korszerűsítések és egy ésszerűbb kialakítás is folyamatban van. A 6. emeletre költözik az összes fogászati osztály és a szájsebészet, a 3. emeleten pedig a képalkotó diagnosztika kap helyet. A földszinten hátul a főépületnek a jobb szárnyában egy központi ügyelet lesz kialakítva. Ez azt jelenti, hogy beköltözik a jelenleg a házon kívül működő ügyelet, illetve ott a korábban megszüntetett büfé is helyet kap. Várhatóan október 15-én a főbejárat átalakítása és akadálymentesítése is megkezdődik. A munkálatok ideje alatt a betegek egy ideiglenes oldalsó bejáraton juthatnak majd az épületbe. 2-3 héten belül pedig az energiakorszerűsítés is megkezdődik. A tegnapi nappal kiírtunk egy pályázatot a rendelőintézet energiakorszerűsítésére, ami azt jelenti, hogy az elektromos energiaellátásnak a fővezetékeit a pincétől a padlásig szintenként kicseréljük, és ezzel a működés biztonságát sokban tudjuk javítani. A szakorvosi rendelőintézetben zajló munkák a tervek szerint november végén, december közepén fejeződnek be.